Örökkévaló szeretettel szerettelek téged, azért terjesztettem reád az én irgalmasságomat. A mi ünnepi együttlétünk megáldása és megszentelése Isten nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Magasztaljuk örökkévaló Istenünket, énekeljük a 62. Zsoltár első versét. 62. Zsoltár első verse. Elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket. Áldás békességet, szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves testvéreket. Hirdetések előtt kérném szépen, hogy mobiltelefonjainkat halkítsuk le. Az elmúlt héten Isten dicsőségére következő testvérek helyezték el adományaikat gyülekezetünk pénztárába. Kubügyi Lenke férje emlékére, Pap Tamás Felcsi Zoltán feleség emlékére, a 4-es számú Kossuth Lajos középiskola végzős diákjai Isten iránti hálából Isten dicsőségére, ifjú Sebestyén József és családja, valamint az elmúlt héten néptelenül 5 testvérünk adományozott Isten dicsőségére, egy testvérünk pedig néptelenül helyezte adományát a vasárnapi persejbe. Néptelenül az orgona felújítására egy testvérünk adományozott. Templomunk felújítására néptelenül 4 testvérünk helyezte adományát gyülekezetünk pénztárába. Az Úr áldást legyen a jókedv adokozók életén. Hirdetem a testvéreknek, az elmúlt héten a feltámadás evangéliumát hirdetett Rizskó János testvérünk ravatala felett, ki Teremtő Istenünk 55 éves korában szólított magához. Az Úr vigasztaló erét kívánjuk a gyászoló család életére. Kedves testvérek, hirdetem nagy-nagy szeretettel az Úr megengedését, ránk következő vasárnap, pünkös vasárnap, úrvacsorai közösségre hívogatjuk a kedves testvéreket, és megterítjük az Úr asztalát. Így hirdetem, hogy a ránk következő hét bűnbánati hét lesz. Bűnbánati alkalmakat tartunk minden reggel 8 órától, és minden délután 5 órai kezdettel. Bűnbánati alkalmak minden reggel 8 és minden délután 17 órai kezdettel itt gyülekezetünk templomában. Hirdetem továbbá, hogy hétfő reggel az imaközösség Isten tisztelettel meg lesz tartva, valamint kedden délután, az esti Isten tisztelet után a női bibliakör imaközösséget tart, ahová szintén szeretettel hívjuk és várjuk az asszonytestvéreket. Bűnbánati hét lévén a szerdai babamama kör 10 órától meg lesz tartva, és ide várjuk szeretettel gyülekezetünk legifjabbait az anyák kíséretében. Pénteken délután örömhírklub 15 órai kezdettel, ahová szintén hívjuk és várjuk a testvéreket. Hirdetem továbbá, hogy a küldetés májusi száma megvásárolható, a 2 főbejáratnál Isten tisztelet után 5 grémnya fejében.
valamint hirdetem, mint azt már hirdettük az elmúlt vasárnap is, június 4-8, vagyis kedd és szombat, 2 szombatig vakációs Biblia hétre hívogatjuk gyermekeinket az első 4 osztályban tanuló gyermekek részére. Hirdetjük a vakációs Biblia hetet. Köszönöm szépen! Végezetül nagy szeretettel köszöntünk mindenkit mai ünnepi napon. Kedves vendégeket, különösen köszöntjük a konfirmandusainkat, akiknek elérkezett a nagy pillanat, és bizonyára észrevettük, hogy valamiben más ez a mai nap. Nagy szeretettel köszöntjük a TV21 tévénézőit is, akik bekapcsolódnak majd Isten tiszteletünkbe. Magasztaljuk tovább Urunkat, énekeljük a 412. dicséretet. 412. dicséret első 3 versét énekeljük, mely így kezdődik: Jöjj, mondjunk hálaszót! Isten iránti hálával jelentem a gyülekezetnek, hogy Isten és a gyülekezet színe előtt konfirmációi fogadalomtételre jelentkezett 3 fiú és 15 lány. Név szerint a következő: Szűcs Dalma Rozália, Tarackozi Mirjam, Víg Adrián, Markó Boglárka, Kovács András, Markó Beáta, Varga Bálint József, Sőfér Klaudia, Kladoni Korsolya, Bodnár Enikő Barbara, Bíró Boglárka, Bihari Ágnes, Csopel Vivien, Furman Dorina, Gál Evelin, Fokájev Alex, Szarka Boglárka, Fodor Natália. Most mielőtt a konfirmációra sor kerülne, hallgassunk meg egy verset. Fejes Ádám, vallástétel. A vallástétel, tudod, vallás. Nem ide jött, mint régi szép szokás.
A szíven át szóvál az értelem, titkokra mondod. Most már is. Tudás, helyeslés, sőt, tapasztalat. Gondolj Tamásokat vizsgálat. Vívódásokból terem az igen, a hót alatt. Én Isten. A vallás tétele bizony vallomás, hogy egy Uram van, Isten, senki más. Hogy bűnösök közt első mi vagyunk, de elejtett értek Jézusom. Hogy félelemre nincs már semmi, a szentnek szól, mikor vallatok. De nem tetű ez, most csodáljunk. Jelentkezés, hogy elfogadjon. Vigyen magával szolgáló sereg, mely megnyert engem, s köztük én nyerek. Így épül majd a drága lelki ház. Az egyház vár rád, s mint anyád vigyáz. A vallás tétel ilyen vallomás. Helyetted szólhatok valaki más. A te ügyedhez és döntésed is. Azzal indulsz, ki döntött, érted is. Istennek szent lelke, ki alászállottál a mi Úrunk Jézus Krisztusra, száj alá e növendékekre is, hogy lássanak ők is megnyilatkozott egeket, és hallják a mennyből alászhangzó atyai szózatot. Ez az én szerelmes gyermekem, akiben én gyönyörködöm. Amen. Most mielőtt útnak indulnátok, az Anyaszentegyház rendtartása szerint adjátok bizonyságát annak, hogy a Krisztus tudományában megfelelő jártassággal bírtok, és éppen ezért az általam feltett kérdésekre feleljetek a gyülekezet és a Isten színe előtt hangosan és értelmesen. Szűcs Dalma Rozália, mi a konfirmáció és mire jogosít fel? A konfirmáció nyilvánosság vallása Jézus Krisztusban a tevékenység. Egyben ünnepélyes megerősítése annak a fogadalomnak, melyet megkeresztelésünkkor szüleink és keresztszüleink tettek helyettük. A konfirmáció arra jogosít el, hogy mint öntudatos református keresztények, ezentúl is életünk az úrvacsorába. Öntudatos református keresztény az, aki tudja és alázatosan megvallja, hogy ő bűnös nyomorult ember. Hiszi, hogy ebből a nyomorúságból egyedül Isten kegyelme szabadíthatja meg a Krisztus által. S ki ezért a szabadításért hajlandó önmagát hálaáldozatul Istennek szemben. Víg Adrián, te ismered-e a nyomorúságodat, s ha igen, miből ismered meg azt? Igen, én ismerem a nyomorúságodat, mert nem fontosabb azt a felelkezés és a jóra mondásnak erőtelen. Ezért hiányzik nála mostan is. Ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg a halálnak testéből. Nyomorúságomat az Isten törvényéből ismerem meg, melyet Jézus röviden így foglalkozza. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és megparancsolat, a második pedig hasonlatos ehhez. Szeresd fel a barátodat, mint te magad. Tarackozi Miriam, hogyan szabadulhatunk meg Isten büntetésétől? Valamely teremtmény jóvá teheti el bűneinket, és ki az, aki egyedül képes helyettünk eleget tenni az Isten igazságának? Isten büntetésétől csak úgy szabadulhatunk meg, hogyha tökéletesen eleget tenni azaz vagy jóvá teszik elkövetett bűneinket, vagy valaki más vállalja magára, és viseli el helyettünk azok bűnözését. Egyetlen teremtmény sem képes helyettük ezt megtenni, míg az áldozati állatok, a szentek vagy a angyalok sem szabadulhatnak meg bűneinktől és bűnözésünktől. Jézus Krisztus, Istennek egyszülött fia az, aki mint valóságos ember magára vállalhat a bűneink bűnözését, és mint tökéletes Isten el is tudja viselni azt. Ezáltal elegettünk Isten igazságának, és minket az örök bűntetéstől a kárhozattal megszabadított. Markó Boglárka, mi a hit? A hit nem csak a nagyszerű tudása és igaznak tartása mindaznak, amit Isten a Szentírásban kijelentett, hanem erős bizalom is az iránt, hogy Isten ingyen kegyelméből a Krisztus érdeméért az én bűneimet is megbocsátotta. Kovács András, mit tanít az apostoli hitvallás a Szentírás alapján Istenről? Az apostoli hitvallás a Szentírás alapján azt tanítja Istenről, hogy Isten bár lényegében egy, de személyben három, úgy mint Atya, Fiú és Szentlélek. Mint
mint Atya teremtette és megtartja, mint Fiú megváltotta, és mint Szentlélek jóra vezeti és megszentelítette. Ez a Szent Háromság titka, amit emberi része megérteni nem lehet, csak hitelen gondolni. Markó Beáta, hát téged miért hívnak kereszténynek? Engem azért hívnak kereszténynek, mert hit által Krisztus tagja, és így a felfelentésének részese vagyok a vége, hogy nem élő vallást tegyek, magamat élő hálálatot neki adjam, és az életben harcolok minden bűn és az ördög ellen, hogy majd a másvilágban ővel együtt örökkön. Varga Bálint József, mit használ nekünk a Krisztus feltámadása? Krisztus feltámadása először is legyőzte a halált, másodszor már itt a földi életben új lelki életre támad bennünket. Harmadszor bizonyossá tesz minket afelől, hogy mi sem maradunk örökre a sírban, hanem feltámadunk. Sőtér Klaudia, mit használ nekünk a Krisztus mennybe menetele? Elsősorban az, hogy ő a mennyben, amik közben járunk, és egyházunk feje. Másodszor, hogy ő minket is magában emel, harmadszor, hogy szentelként küld nekünk, kinek ereje által az odaszentolókat keressük, ahol Krisztus van. Ladoni Borsolya, mit hiszel a Szentlélekről? Hiszem, hogy a Szentlélek az Atyával és a Fiúval valóságos és örök Isten, aki nékem is adatott, hogy részletesen a Krisztusban és jó véteményében, és hogy mindenre megtegítson, vigasztaljon és bátorítson. Fodor Natália, hogyan működik a Szentlélek? A Szentlélek titokzatosan és szabadon működik, akárcsak a szél. Ott lebegett már a teremtés kezdődő pont a vizek felett. Jézus megkeresztelkedése alkalmával Galamb képében szállt alá. Amint az első működő ünnepén, a keresztény egyház megalapolásakor, pedig ettősítes nyelvek alapjában múlt a tanulmány. Szalka Buglárka, mi a keresztény Anaszent Egyház? A keresztény Anaszent Egyház a Krisztusnak teste és a benne hívő testvéri gyülekezete, melyet ő maga gyűjtegben és tartfán a Szent Lelke és az igéje által. Fokájár Alex, ki az egyház feje? Az egyház feje az Úr Jézus Krisztus, aki bár jelen meg az Atya jobbján van, de ígérete szerint Szent Lelke által itt van velünk minden napon a világ végezetéig. Ezért földi helytartóra nincsen szükség. Gál Evelin, hány egyház van? Mivel Krisztusnak csak egy teste van, ezért egyház is csak egy lehet, és csak egy is van. De mint az egy testnek több tagja van, azonképpen az egyház is több áldozatra, a felekezetre hozik. Ezek között egyik sem mondhatja magát egyedül üdvözítőnek, hiszen nem az egyház, hanem Krisztus üdvözítő. Furman Dorina, mikor igaz a földi látható egyház? A földi látható egyház akkor igaz, hogyha az igény tisztán hirdetik, és a sákramentumokat helyesen szolgáltatják ki, és a keresztény egyház szolgál, hogy gyakorolja. A kereszt az igaz egyház. Élethez. Az igazi egyház élethez hozzátartozik ezen kívül a külmisszió és a szeretet szolgálatok a végzése is. Csopár Vivian, miért nevezzük egyházunkat reformátusnak? Egyházunkat azért nevezzük reformátusnak, mert megvan reforma. Az a helyben állítva az őskeresztényekhez eredeti tisztaságába és egyszerűségébe. Kávén Istennek is szokás nevezni, mégpedig azért, mert Kávén János kertvilágkész volt Istennek az a kiválasztott reformátora, aki az egyházának ezt a megújítását Isten segítségem a szentírás alapján végezi. Bihari Ágnes, mit értesz a Szentek Egyességén? A Szentek Egyességén azt értem, hogy azok, akik életben Isten szentek, lélekben egyet Krisztussal és egymással. A Biblia a Jézus igazi barátjai nem az a szenteknek, akikben semmiképpen sem tulajdonít olyan képességnek, és ehelyett mindkésség a római egyház azoknak a megtartóknak, amiket a szenté adott. Bíró Bogárka, mit hiszel a bűnök bocsánatáról? Hiszem, hogy a kegyelmes Isten a Krisztus érdekéért hajlandó megbocsátani bűneimet, ha megvárom azokat, akik szakítok belőle. Bodnár Enikő Barbara, hogyan igazolunk meg Isten előtt? Ha igazolunk ingyen kegyelméről, ha Jézus Krisztus a betegész által. Ez azt jelenti, hogy nem Isten nem mi, hogy neked a tejénkért, vagy hitünkért előtt, Hanem egyedül Krisztus halálájét, akit bűnösség tud és igazak bennünket. Krisztusnak ezt a jót érdemeljük, pedig csak is által fogadhatjuk át Isten fogunkra. Szarka Boglárka, ha kegyelemből hitáltal üdvözölünk, miért van szükség a jó cselekedetekre? Jó cselekedetekre azért van szükség, akik már nem, mert ezzel mutatjuk meg Isten
Isten iránti engedelmességünket és hálánkat. Ezzel adunk példát és biztatás másoknak az igaz életre, végül ezzel bizonyítjuk hitünk igaz voltát is, mert a hit, ha cselekedetei nincsenek, megvannak. Fodor Natália, mik a sákramentumok? Sákramentumok, vagy magyarul szentségek, a rabbáknak a szentségek és pecsének, amelyek által Jézus megvilágosabbá és megbizonyosabbá tette előttünk az evangélium amaz ígéretét, hogy Isten a Krisztus haláláért minden kegyelemből önbocsánatot ajándékoz nekünk. Jézus két sákramentumot szerzett, úgymond a kerességet és az önbocsánat. Gála velünk, mi a keresztség? A keresztség vízzel való leöntés, mert a Krisztus vére által való megtisztulást és a Szentlélek által újjászületést jelképezi és pecsételi meg. A keresztség egyben a keresztény egyházba való felvételt is jelent. Markó Boglárka, van-e a keresztvíznek üntörlő ereje? A keresztvíznek magára mindjárt képes üntörlő ereje nincs. Bűneinktől egyedül csak is Krisztus vére és a Szentlélek tisztít megnyitját, és az önhibáikon kívül keresztelettelül elhat Istenek, tehát emiatt nem járhatunk el. Bíró Boglárka, mi az úrvacsora? Az úrvacsora Krisztus által rendelt szent vendégség, az ő halálának emlékezésére és az ővel való lelki egyesülésre, amelyben bizonyosan tesz bennünket afelől, hogy amit megtörjük a kenyeret és kiadjuk a bort, úgy töretett meg az ő teste, és adhatott ki az ő vére is miértünk. Bodnár Edző Barbara, miért mondja Krisztus a kenyeret mégis az ő testének, és a bort az ő vérének? Krisztus azért mondja a kenyeret az ő testének, és a bort az ő vérének, mert ha hívő lélekkel vesszük ezt egyetlen magunkhoz, akkor lelkileg oly bizonyosan egyesülünk vele, és részesülünk az ő halálnak érdemében, amilyen bizonyos az, hogy a kenyeret és a bort visszánkkal tiszteljük. Bihari Ágnes, mivel tartozunk Istennek az ő szabadításáért? Gyermeki hálával tartozunk, amely egy jobb cselekedeteinkkel és szemlővédő megállásával mutatunk meg. Csopály Vivien, mi az imádkozás? Az imádkozás Istennel való beszélgetés, melyben hálát adunk neki jóságáért. Kérjük az ő további segítségét, és engedelmesen alárendeljük magunkat az ő szent és jó akaratának. Kovács András, csak magunkért kell imádkoznunk? Kért kell imádkoznunk, hanem szeretteinkért, előjáróinkért, egyházunkért, nemzetünkért, az egész emberiségért, Isten országának terjedéséért, sőt, ellenségünkért is. Ha mindezeket hiszed és vallod, mi a te egyetlen egy vigasztalásod úgy életedben, mint halálodban? Az, hogy úgy testemben, mint lelkemben, életemben is, meg halálomban is, nem akarodik vagyok, hanem az én hűséges megváltom. És engem az örömnek minden hatalmából fogadalomtételhez kérem a gyülekezetet, álljunk fel. Tegyetek immár vallást Isten és a gyülekezet színe előtt a mi hitetekről, és tegyetek fogadalmat Krisztushoz és az Anya Szent Egyházhoz való hűségetekről, feleljetek a következő kérdéseimre. Kijelentitek-e Isten és a gyülekezet színe előtt, hogy a keresztségben vállalt kötelezettséget hitetek megvallása által önként magatokra veszitek. Kijelentitek-e? Hiszitek-e, valljátok-e, hogy a Jézus Krisztus evangéliuma Istennek hatalma minden hívőnek üdvösségére? Hogy Jézus Krisztus az egyetlen közben járó Isten és az emberek között, és egyedül az ő belevetett hit által igazolunk meg ingyen Istennek kegyelméből. Hiszitek-e, valljátok-e ezt? Mondjátok el az egyetemes keresztény egyház hitvallását, az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, minden hatalmában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az öregszülött fiában, a mi úrunkban, ki fogadtad egy Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghallott és eltemették, száll a várkokra, harmadnapon halottaiból feltámadt,
hiszen egy közösséges keresztény nagy szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a testvér támadását és az örök életet. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy a Jézus Krisztusnak igaz követői, református anyaszentegyházunknak pedig holtig hűséges, engedelmes és áldozatra kész hívei lesztek. Ígéritek-e, fogadjátok-e ezt? Igen. Fogadjátok Isten áldását. Szűcs Dalma Rozália. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Vig Adrián. Hálával áldozz az Istennek, és teljesítsd a felségesnek tett fogadásaidat. Tarackozi Miriam. És eljegyezlek téged magamnak örökre, és pedig igazsággal, ítélettel, irgalommal és kegyelemmel jegyezlek el téged magamnak, bizony hittel jegyezlek el téged, és megismered az Urat. Amen. Markó Boglárka. Bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből, és a magad értelmére ne támaszkodjál. Kovács András. Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy. Markó Beáta. Minden gondotokat ő rávessétek, mert neki gondja van rátok. Varga Bálint József. Őrizd meg lelkemet, és szabadítsd meg engem. Ne szégyenüljek meg, hogy benned tiszta. Sőtér Klaudia. Valaki vallást tesz én rólam az emberek előtt, én is vallást teszek arról az én mennyei atyám előtt. Kladani Korsója. Maga az Úr megy előtted, ő lesz veled. Nem hagy el téged, és nem marad el tőled. Fodor Natália. Hagyd az Úrra utadat, és bízzál benne, majd ő teljesíti. Szalka Bollárka. Minden gondotokat őre elvessétek, mert neki gondja van rá. Pokájár Alex. Kérjetek és adatik nektek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyithatik nektek. Gál Evelin. Boldogok, akiknek szívük tiszta, mert ők meglátják az Istent. Furman Dorina. Én az engem szeretőket szeretem, és akik engem szorgalmasan keresnek, megtalálnak. Csopályi Vigyen. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk és megtartó Jézus Krisztus. Bihari Ágnes. Taníts engem a te akaratodat teljesítenem, mert te vagy Istenem. A te jó lelked vezessen engem az egyenes földön.
Bíró Bobláka. Mi szeressük őt, mert ő előbb szeretett minket. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök életet. Bodnár Etikő Barbara. Az Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és az Isten is ő benne. Most pedig adjuk hálát Istennek a gyermekeinkért, és hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Irgalmas Isten, szerető édesatyánk Jézus Krisztusban! Szeretnénk hálás szívvel megköszönni neked a gyermekeinket. Köszönjük, hogy egy időre ránk biztad őket, hogy neveljük és formálódjon az életük a te igéd igazsága szerint. Hálát adunk, hogy épp egészséges gyermekekkel áldottál és ajándékoztál meg bennünket. Szeretnénk könyörögni érettük, hogy azt, amit most szavakban mondtak el, hadd legyen életté és igazságra bennünk. Pecsételd el magadnak őket áldott lelked által, és tedd őket arra a helyre, ahol látni szeretnéd őket, a számukra kijelölt helyre, hogy részesei legyenek az áldásnak, amelyet Jézus Krisztusban földre küldtél számukra is. Vezesd őket, Szentlélek, Úristen, és add meg nekik azt a kegyelmet, hogy amikor megfutják földi pályájukat, megérkezhessenek hozzád a te örök dicsőségedbe. Amen. Én pedig, mint az én Uramnak, Jézus Krisztusnak és református anyaszentegyházunknak hivatalos szolgája, egyházunk önálló tagjainak nyilvánítalak titeket, felhatalmaznak az új szent vacsora vételére. A kegyelmes Szent Isten pedig cselekedje, hogy sem élet, sem halál, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény el ne szakítson titeket az ő szeretetétől, mely a mi Urunk Jézus Krisztusban van. Amen. Most pedig hallgassuk meg a konfirmáltak énekét helyünket elfoglalva, és az ő köszönetmondásukat, majd pedig megkérem a Gondnak Urat, hogy köszöntsen a gyülekezetünk felnőtt tagjait. Thank you.
Köszönetet szeretném mondani mindannyian, először is szüleinknek, hogy első lépésként Isten házába hoztak, hogy a gyülekezet közösségében kérték Isten áldását ránk. Nagyszüleinknek, akiknek az imádsága szüntelenül ott tartott bennünket Isten előtt. Továbbá nagy-nagy köszönettel tartunk lelki pásztorainknak, akik ezelőtt a 3 év alatt imádságaikban hordoztak minket, hogy megtapasztalhassuk az Istenben való örömöt és az általa kapott áldásokat. Először is első lelki pásztorunknak, Maksai Attilának, aki mindig feldobta az órákat és a táborokat a humorával, de emellett próbált Istenhez vezetni bennünket. Tiszi, köszönöm mindent! Köszönjük a rengeteg türelmet és ezt a sok felejthetetlen KT órát. Továbbá Tanatközi Mariana tiszteletesnek is köszönjük ezt, és azt is, hogy átvette ezt az igazán nehéz esett osztályt, és kitartóan oktatott és próbált jól útra téríteni mindannyiunkat. Köszönünk minden hitoktatóinknak, akik kiskorunk óta kezdve mellettünk voltak, és terelgettek az igaz útra, aki Jézus Krisztus. És most kérem azokat, akiknek a nevét név szerint Bogala István, Gáti Katalin, Koncz Téma, Szilágyi Nétót Gabriella, Keresztjén Anett és Nagy Iva. Köszönjük a gyülekezeti programokat, amik által már kicsi korunk óta kezdve ismerhettük a hatalmas Isten nagy szeretetét. Ezt tanulhattuk hittanórákon is, és gyermekisten tiszteleteken. Köszönjük a presbiterek munkáját. Hálásak vagyunk a hétvégékért, táborokért, amik rengeteg élménnyel és megtapasztalással dúsították életünket, és közelebb vittek Istenhez. A gyülekezet összes vezetőjének és tagjának köszönjük a kedvességet és imádságokat, és mi is imádkozni fogunk az Úrért életükért. De leghálásabbak Isten felé vagyunk, mert megismerkedhettünk vele, és részévé vált az életünknek. Hisz ez a 3 év az ő csodálatos munkája, tervének a része, és reméljük, hogy bár nem érdemeljük meg, de velünk lesz minden nap. A konfirmációnkkal teljesen és hivatalosan a Beregszászi Református gyülekezethez tartozunk most már, és reméljük, hogy Isten tud majd használni bennünket. Egy igeverssel fejezném be. Bízom is, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, a Krisztus Jézus napjáig be fogja ezt fejezni. Pál levelei a Filippiekhez, első rész 16. vers. Köszönöm. Nehéz lesz megszólalni. Kedves gyülekezet, kedves hitetekről Vallás TV fiatalok. Nagy-nagy szeretettel köszöntelek benneteket, mint gyülekezetünk felnőtt tagjait, és szeretném megköszönni először is kedves szülőknek és keresztülőknek, hogy gyermekeik keresztelése alkalmával a fogadalomtételüket, hogy úgy nevelem és neveltetem, megtartottátok, és most itt vagyunk, megtörtént a fiatalok fogadalomtétele. Nem akarok ünneprontó lenni, de a statisztikát, ha megnézzük, akkor tele kellene legyen itt a két szemben lévő padsor. És ilyenkor mindig feltesszük a kérdést, hogy hol vannak a többiek. De most hálásak vagyunk ezért a 18 fiatalért, és köszönettel tartozunk a szülőknek, gyerekszülőknek és a nagyszülőknek természetes dolog. Kedves fiatalok, minden körülmények között maradjatok hűségesek Istenhez, és szeressétek nagyon Jézust. Sosem fogtok csalódni benne. Bármerre is visz az életutatok, ő mindig veletek marad, megígérte, és meg is fogja tartani. Az ifjúkor küszöbére érve a szabadságot keresitek. De ne feledjétek, hogy az igazi szabadság, amely építés nem rombol, csak Istennel járva lehetséges.
Az igazi szabadság mindig kéz a kézben jár a felelősséggel. Ti is felelősséggel vagytok azokért, akik bíznak bennetek. Felelősök vagytok szüleitek, nagyszüleitek örömiért, és felelősök vagytok önmagatokért is. Jézus segíteni fog benneteket abban is, hogy ehhez a felelősséghez elég erősek legyetek. Szeressétek az egyházat. Az egyház a lelketek otthona. Kívánom nektek, hogy megtaláljátok benne mindig a lelketek táplálékát és biztonságát, amelyre most a felnőttkor küszöbére érve szükségetek van. Pál apostol korintusiakhoz írt levele 13. rész 13. versét, a szeretet himnuszának az utolsó versét szeretném a szívetekre helyezni. Most azért megmarad a hit, remény, szeretet, a három között legnagyobb a szeretet. Így legyen. Köszönöm szépen. Isten igényének meghallására készülve énekeljük együtt a 134. Zsoltár harmadik versét. 134. Zsoltár harmadik versét, mely így kezdődik, megáldjon téged az Isten. Maradva, kedves testvéreim, halljátok meg a mi Istenünk igéjét, mely szól közöttünk ezen a vasárnapon Ézsaiás könyvéből, Ézsaiás könyvének 61. részéből, annak is az első 7 verséből. Ézsaiás könyvének 61. részéből, az első 7 versből így szól közöttünk a mi Istenünk igéje. Uramnak, az Úrnak lelke nyugszik rajtam, mert felkent engem az Úr. Elküldött, hogy örömhírt vigyek az alázatosaknak, bekötözzem a megtört szíveket, szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadon bocsátást a megkötözötteknek. Hirdetem az Úr kegyelmének esztendejét, Istenünk bosszúállása napját, vigasztalok minden gyászolót. Hamu helyett fejdíszt adok Sion gyászolóinak, gyászpátyol helyett illatos olajat, a csüggedés helyett öröm éneket. Igazság fáinak nevezik őket, az Úr ültetvényének, ők ékesítik. Felépítik az ősi romokat, helyreállítják a régi omladékokat, újjáépítik a lerombolt városokat, amelyek nemzedékeken át romokban hevertek. Jelentkeznek majd az idegenek, hogy legeltessék nyájaitokat, és más népek fiai lesznek, földműveseitek és szőlőmunkásaitok. Titeket pedig az Úr papjainak neveznek, Istenünk szolgáinak mondanak. A népek gazdagságát élvezitek, kincseikkel büszkélkedhettek. A kétszeres szégyen és szidalom után újongani fognak osztályrészüknek, mert kétszer annyi jut mindenkinek az országban. Örökké tartó örömben lesz részük. Amen. Hallottuk a mi Istenünk igéjét, ő tegye áldottá a mi szívünkben az ő igéjének meghallását, megértését és megtartását. Jöjjetek, imádkozzunk! Drága Istenünk, valóban jó lenne megérteni, megtartani a Te igédet. Élni az életünket olyan vezetés által, amely az élet útján vezet minket. De Te látod most is, milyen utakról érkeztünk ide. Mennyi minden vitt el bennünket ezen a héten, akár csak az elmúlt napon, akár már ezen a reggelen is másfelé. Az indulataink, szívünk vágyai, akaratunk és ennek a világnak oly sok dolga. Sok utat megjártunk, Urunk, sok mindennek voltunk rabjai, sok minden vezetésnek adtuk oda magunkat akarva, akaratlanul.
De mégis köszönjük neked, hogy mindenek fölött ott volt a te vezetésed, ezért lehetünk itt ezen az ünnepnapon. És köszönjük neked, hogy ünnepelhetünk. De Urunk, arra is kérünk most téged alázatosan, hogy tedd valódi ünnepé ezt a napot. Ne csak egy olyan órává, amelyen átfutunk, magunk mögött hagyjuk és letudjuk, hanem hadd legyen valódi ünnepé, amiben életet találunk és valódi örömet találunk. És ehhez szükségünk van a te igédre, a te tanításodra. Mert anélkül minden emberi szó pusztaság, anélkül minden emberi akarat összetörik és elmúlik. De köszönjük, hogy most felemelsz bennünket, és igéd szavával lábunkat újra az élet útjára állítod. Jöjj hát és taníts minket, szent lelkeddel nyisd ki a mi szívünket és elménket, hogy valóban megértsük, befogadjuk és éljük a te akaratodat. Köszönjük, hogy ezt meg akarod és meg tudod cselekedni velünk. Jöjj hát, légy közöttünk fiadért, Krisztusért. Amen. Készülve az ige hirdetésére és meghallására, kedves testvérek, a 151. dicséret első versét énekeljük. 151. dicséretünk első verse így kezdődik. Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent igéd hallására. Igehirdetésem alapigéjét olvasom közöttetek, kedves testvérek, a mai napra rendelt ószövetségi igeszakaszból, Mózes 5. könyvéből, Mózes 5. könyvének 17. részéből, a 14. verstől a 20. versig. Amíg az igét olvasom, s arról bizonyságot teszek, foglaljátok el helyeteket. Mózes 5. könyve 17. részéből, a 14. és következő versekből így szól közöttünk a mi Istenünk igéje. Ha majd bemégy arra a földre, amelyet Istened az Úrad neked, és birtokba veszed, és ott laksz, és ezt mondod, királyt akarok emelni magam fölé, mint a körülöttem levő többi népek, csak azt emeld magad fölé királyá, akit Istened az Úr kiválaszt. Atyáid fiai közül emelj királyt magad fölé, nem tehetsz magad fölé idegen embert, aki nem atyád fia. Csak sok lovat ne tartson, és ne vigye vissza a népet Egyiptomba, hogy sok lovat szerezzen, mert az Úr megmondotta nektek, hogy ne térjetek vissza többé azon az úton. Ne legyen sok felesége, hogy szíve el ne hajoljon, nagyon sok ezüstöt és aranyat ne gyűjtsön. Amikor királyi trónjára ül, íresse le magának egy törvény másolatát abból a könyvből, amely a lévita papoknál van. Legyen az nála, és olvassa azt egész életében, hogy megtanulja félni Istenét, az Urat, őrizze meg ennek a törvénynek minden igéjét, és teljesítse mindezeket a rendelkezéseket. Ne legyen gőgös a szíve atya fiaival szemben, és ne térjen el ettől a parancsolattól se jobbra, se balra, hogy hosszú ideig uralkodhasson ő is, meg a fiai is Izraelben. Amen. Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet, nagy szeretettel köszöntök mindenkit itt a templomban is, felvételt nézőket majdon, de elsősorban ma konfirmandus fiatalokat. Megnyugodtatok egy picit. Örülök neki, akkor próbáljunk figyelni az Isten igéjére. Az ő ünnepük ez, amikor is önálló döntést hoztak, egész életükre nézve. Gyakorlatilag azt fogadták meg, hogy kire nézve, kinek a vezetését követve fogják élni az életüket ezután. A lehető legegyszerűbben akarjuk megfogalmazni, Krisztus uralma és vezetése alá rendelték magukat, sőt, elismerték őt Úrnak életük felett. Ahogy teszi ezt ugye minden olyan ember, aki magát református hívő keresztény embernek vallja, ahogy nagyon sokan ma itt vagytok, itt vagyunk így együtt.
Tették ezt úgy, hogy családjaik, hozzátartozóik, legalábbis annak hívő református tagjai így nevelték és így neveltették őket, hogy Krisztus a mi életünk királya, s ha eljön az az idő, az a nap, ez a nap, kedves fiam, lányom, hozd meg a döntést, te is őt követed-e majd egész életedben, vagy más vezetést választasz életedre nézve. Próbálom elképzelni, hogy a családokban lezajlott ez a komoly beszélgetése mai nap előtt. Ahogy valaki a családból hívő református keresztényként elmondta, tudod, mi megismertük ezt az Urat, Krisztust. És minden mással szemben, ami a világban fellelhető, mi őt választottuk. És elmondták ezeknek a fiataloknak, hogy miért. Odaélték eléjük az elmúlt 14-15 esztendőben, miért is ezt az Urat követik és szolgálják. És ezek a fiatalok, akik ma itt vannak, 18-an, úgy nőttek fel, hogy ma felelős döntést hoztak, amikor ezt mondták, ezután mi is őt követjük egész életünkben. Nincs más. Ma Krisztus népe itt, ebben a templomban, 18 holtig hűséges, engedelmes, fiatal élettel gazdagodott, és immár megvan részükről a felelős, szilárd elhatározás, hogy most, és szó szerint mindörökké, ki az ő életük királya. Őszinte leszek, kedves testvérek, meg se próbáltam elképzelni ezt a beszélgetést komolyan. Miért is tettem volna? Csak képzelet lenne, legyünk őszinték benne. Amikor én konfirmáltam, nálunk szó sem volt ilyen beszélgetésről. És biztos vagyok benne, hogy ezrek konfirmáltak ma szerte református egyházunkban, vagy éppen csütörtökön, ugye, mennybe menthet el ünnepén, és százezrek konfirmáltak a múltban úgy református népünkben, hogy szintén fel sem merült ilyen beszélgetés. Hogy ez baj-e? Lehet, hogy most azt kellene mondanom, hogy igen. De én nem erről szeretnék beszélni. Sokkal inkább arról, amit jelent ez az egész választási vagy döntési helyzet, amiben most itt vagyunk ezen az ünnepségen. Mert tudjátok, ami ma itt történt, az megtörténik sokféle formában mindannyiunk életében, kedves testvérek, sokaknál többször is életük folyamán. Mindannyian konfirmálunk. Azaz megerősítünk valamit, hiszen ugye ezt jelenti a szó. Jelen esetben a konfirmandus református egyházunkban megerősíti hitéből fakadóan, hogy Krisztus az Úr az élete fölött, és Isten vezetése alá helyezi magát. De mindnyájan konfirmálunk, ahogy mondtam, sokan többször is, hiszen mindannyian megerősítettünk már valamilyen vezetést, valamiféle uralmat életünk fölött. Milyen szép is lenne azt mondani ma, egy református templom ünnepi istentiszteletén, hogy a nagy közösség minden tagjának élete fölött, akik ma itt vagyunk, Jézus Krisztus áll. De nem így van. És ezt mind jól tudjuk. És most adná magát, hogy elkezdjem ítélkezve sorolni, micsoda uralmak által leuralt életek vannak itt is akár. És ki milyen uralmat erősített már meg élete fölött, konfirmált. Tudod, pénz, munka, alkohol, indulatok, gulyaság, stb. Régen sokat ítélkeztem erről a szószékről, ahogy mondták, és tudom, fájt is sokaknak, még ha meg is lehetne magyarázni sokszor, hogy ó, csak figyelmeztetés, intés, néha kell a kemény szó. De ma inkább azt szeretném elmondani nektek, mit veszít az, aki bármilyen más urat és királyt választ, és enged élete fölé Jézus Krisztus helyett. És mit nyer az, aki tényleg Krisztusra nézve konfirmál? Ó, nem pusztán itt kötelező KT felmondással, amit várunk fiataloktól minden évben, hanem őszinte döntéssel. És előtte még egy apróság, amit jó tisztába tenni, és kérlek, légy egy picit most nyitott a gondolatra. Tudod, tetszik vagy sem, az ember alattvaló. Szolga, rabszolga, igába hajtott fejű jószág. És persze már is mondod a jól szájba rágott beszédet, hogy hát az egyén szabadsága, meg a demokrácia, na persze, főleg Ukrajnában, ezt majd vágjuk ki. Meg ugye, hogy énekelte annak ide egy együttes, azt csinálok, amit én akarok, ne légy naív. A bűn első hozadéka az volt, hogy Éden csodás szabadságából, az élet szabadságából szánalmas és szomorú rabjai lettünk egy megcsúfolt világnak. A bűn és a halál rabjaivá.
szólj, ha te ettől szabad vagy. Valami csodát tudsz. És azóta annyi telik tőlünk, hogy keressük, kutatjuk, választjuk, néha akarva, akaratlanul nyakunkba kapjuk azt, ami uralkodik felettünk. Uralom mindig lesz felettünk. Nem tudom, figyelted az igét a mai napra rendeltet Mózesnél. Ott áll a nép az ígéret földje határán, és Isten már arról a jövőről beszél, amikor ez a nép, Izrael népe majd királyt választ magának. Nem ha, nem talán, nem esetleg. Ez lesz, ez meg fog történni. Teszem hozzá, mint a többi nép, ezt is olvassuk. Isten itt nem a jövőbe lát pusztán, hanem a szívbe lát. Ő nagyon jól tudja, milyen az ember, mi van az emberrel. Ez a nép nemrég konfirmált, hogy így mondjam, ott a Sínai hegynél, és ezt mondta, nézd csak, mi történik ott a Sínai hegynél, amikor elment Mózes, és elmondta a népnek az Úr minden igéjét és rendelkezését, az egész nép egyhangulag így felelt, megtesszük mindazt, amit elrendelt az Úr. Konfirmáltak, fogadalmat tettek, kimondták hangosan, mint most is fiataljaink, meg ahogy mi is ki szoktuk mondani, ugye. Megtesszük, ámen. Nem teszik meg. És Isten ezt is tudja. Tudta rólad is, amikor konfirmáltál, bárhogyan is, meg rólam is. Vagy amikor, nem tudom, vannak-e itt katolikus testvérek, biztosan vannak, amikor bérmálkoztál, az is megerősítés, ugye? Vagy ha vannak itt ateista fele barátok, akik azt mondták, tudnak ők jó, becsületes emberek, igaz emberek lenni Isten nélkül is. Na azért nem mindig sikerül, igaz? Szóval döbbenj meg, Isten ott 3500 éve a honfoglalás előszobájában teljesen tisztában van azzal, hogy Izrael népe majd királyt akar választani, és nem elégszik meg Isten vezetésével. És rengeteg bánatot, bajt okoz majd önön magának ezzel. És mit mond Isten? Fújjuk le ezt az egész honfoglalási projektet? Vagy lemond róluk és hátat fordít nekik? Vagy megfenyegeti őket, ugye, mint az egyszeri lelkész, a konfirmandus, ha nem konfirmálsz, nem esketlek meg. De még el se temetlek. Hát nem igazán. Számolva innen átlátva ezt a helyzetet, olyan szívszorító olvasni Isten megüzent szavait. Ha már nem leszek elég nektek, ha már nem kellek, és amikor ezért királyt választotok magatok fölé. Gondoljatok bele, kedves házasságban élő testvérek, akik ma így vagytok itt, mint házasok. Ha a házasságkötés másnapján valami csodás látomás folytán elég jönne, hogy a társad el fog hagyni. X év múlva mást választ majd. Hogy reagálnád le? Tudod, a házasságkötés is egy konfirmáció, egy megerősítés. Elkezdenéd-e mondani neki, hogy amikor elhagysz majd, akkor mást, amikor mást választasz, ő ilyen és ilyen legyen. No persze nem a falu vagy város link hajléktalan erőszakos alkoholistája legyen, vagy rossz életű csámpás kancsal perszónáját kívánod neki, hanem a legjobbat, aki által neki is a legjobb lesz nélküled, helyetted. Megtennéd? Milyen abszurd gondolat, igaz? De hát itt éppen ezt mondja el Isten. Ti majd választotok magatok fölé mást. De legyen ez egy jövőre néző, mindennek a végén álló vezetés most részemről, mondja Isten, olyat válasszatok, aki a legjobb nektek. Olyat, aki úgy törődik veletek, úgy néz rátok, mint én. És csak néhány kiemelés a mai igéből, hogy értsük, kedves testvérek, ilyeneket mond ugyanis Isten nekik, legyen olyan, akit én is választanék. Azért az nagy dolog, amikor a magam helyére kell igent mondani valakire. Nem tudom, történt-e már ilyen az életedben. Kit választanál magad helyett szülőnek, gyermeked mellé? És párod mellé párnak a hitvesi ágyba? És testvéred mellé testvérnek magad helyett. Átengedve teljesen és őszintén a helyet. Milyen hatalmas dolog ez, felfoghatatlan. És Isten, mintha ezt mondaná el, hogy ő erre kész, amikor látja az emberi szívet. Azt mondja, atyád fiai közül válasz királyt, olyan uralom legyen az, amely ismeri a te életed. Atyádnak fia a testvéred, aki együtt nőtt veled, aki érti a gondolatod, aki átérzi érzéseid, akinek számítasz, és aki neked is számít. Ha már királyság, uralom, legyen feletted ilyen. Ilyen furcsát mond az Isten, hogy csak lovat ne tartson, ne vigyen vissza Egyiptomba. Ugye éppen Egyiptomból jött ki a nép, ahol rabszolga volt.
És a legegyszerűbben kellene megfogalmazni, kedves testvérek, ne legyen az a király bosszúvágyó, hataloméhes, nagyravágyó, amiben te feláldozhatóvá válsz, másodrendűvé. Ilyet is mond, ne legyen sok felesége, sok ezüstöt, aranyat ne gyűjtsön. Azaz ne a világi és mulandó élvezetek önmaga kiélése határozza meg, aki fölötted áll, akit választasz, mert egy ilyen értékrendben a te életed vajmi keveset fog érni. És azt is mondja, olvassa a törvényt. Legyen számára fontosabb a rend, mint a káosz, hogy szabadságot hazudva ne a szabadosságban emészze fel a nép életét. Egy világban, ahol az élet ösvénye igen keskeny, látható határokat tudjon szabni bölcsen. És aztán a nép elindult, elfoglalta Kánaánt, letelepedett, és aki egy kis ismerettel rendelkezik a Bibliából, az tudja, hogy micsoda királyok jöttek. Még a legjobbak is, mint Dávid vagy Salamon, csapnivaló, sokszor csapnivaló királyok voltak, nyakon csapnivalóak. Azt mondják sokan, Isten egy zsarnok. Hát én nem tudom, kedves testvérek, de innen nézve, hogy ezt elmondja így a népnek, hát innen nézve inkább túlságosan megengedőnek is tűnik. Ki engedné meg az életében azt, amit Isten itt elmond a népnek? Ha lép valaki a helyemre, tudom, hogy fog lépni, legyen ilyen, és én engedem. A jó nem elég jó, ezért jöhet a rosszabb, néha sokkal rosszabb, néha maga a rossz. És mit csinál az ember ilyenkor, mikor választ, megmagyarázza, kifogásokat keres? Hiszen ma is uralmak végtelen változata mellett teszi le a voksát az ember. Azt mondja, de jó lenne egy olyan vezetés, éppen olyan, amit Isten itt leírt a népnek 3500 éve, ahol így néznek rám, ahogy így vagyok fontos, ahol így szeretnek. Ha már én nem, mondja Isten, akkor figyeljetek arra, hogy aki igen, az ilyen legyen. Hát nekik, Izrael népének nem jött össze. És nekünk, kedves testvérek, most ez is egy kellemetlen tény, de az a helyzet, hogy ma az ember ott tart, hogy nem a legjobbat választja, hanem sokszor a legkevésbé rosszat. Már megbocsássatok, ebben az országban kell ezt sokat magyarázni. És ami a legszomorúbb az egészben, innen nézve, amikor eljut Izrael népe a király választásig, kit kellene válasszon? Na ki legyen a mi vezetőnk? Ki az, aki így néz ránk, ahogy Isten itt elmondta? Amikor már túl vannak számtalan királyon, rengeteg nyomorúságon, fogságon, ország szétszakad, kit kellene válasszanak? Józan észre. Kit kellene választ te vagy én, amikor már sokféle vezetésben hányódott ide-oda az életünk? És kit választunk? Mindig megpróbálunk még egyet. Jó, tudom, Isten távoli. És nem is igazán kampányol a választás miatt. Sokan a nevét használva kampányolnak, és közben őt feketítik be. Nem véletlen, hogy egyházunkban is annyi baj van. Nem véletlen, hogy a konfirmáció, mint ez is, sokkal inkább, hogy egy lelkész ismerősöm írta nemrég, ez már csak kámformáció. Csak szabaduljunk már meg ettől az egésztől. Legyen az életünk valami más uralom alatt. Persze nem így mondjuk, sőt, szabadságnak hazudjuk, de azt már az elején tisztáztuk, hogy így is, úgy is, akarva, akaratlanul, uralom alatt van az életünk. Viszont azt is megbeszéltük, nem ítélkezünk, csak megnézzük, mit veszít az ember. Nézzük hát. És amikor Izrael népében megtörtént mindaz, amit Isten előre megmondott, hogy majd választanak helyette földi királyt, és amikor jól el is rontották, mert senkit nem érdekelt, mit is kért az Isten a saját érdekükben, milyen királyotok legyen, kit választhatok, akkor mit tett az Isten? Ha-ha, én megmondtam, kár örvendett, nevetett, végleg ott hagyta őket. Én felolvasom, mit tett, de már hallottátok az elején. Uramnak, az Úrnak lelke nyugszik rajtam, mert felkent engem az Úr. Elküldött, hogy örömhírt vigyek az alázatosoknak. Bekötözzem a megtört szíveket. Szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadon bocsátást a megkötözötteknek. Hirdetem az Úr kegyelmének esztendejét, Istenünk bosszúállása napját, vigasztalok minden gyászolót. Hamu helyett fejdíszt adok Sion gyászolóinak. Gyászfátyol helyett illatos olajat, a csüggedés helyett öröméneket. Igazság fájának nevezik őket, az Úr ültetvényének, őt ékesítik.
A kétszeres szégyen és szidalom után újongani fognak osztályrészüknek, mert kétszer annyi jut mindenkinek az országban. Örökké tartó örömben lesz részük. Örökké tartó örömben lesz részük. Itt már előre kijelentette és elküldte Isten a királyt, aki mindent helyreállít, aki pont olyan, akit ő elmondott, és pont olyan is, mint akire szükségünk van, sőt vágyunk rá. Jézus Krisztusban gyakorlatilag önmaga királyságát küldte el, hisz itt róla van szó Ézsaiás proféciájában. Önmagát küldte el az Isten, benne megmutatta, hogy milyen király is ő, mint Isten, és miközben fogalmatlanul arról megy ma a vita, mit vita, süket duma, hogy Isten így, meg Isten úgy, meg milyen az Isten. A kérdés odáig egyszerűsödik le, kedves testvérek, hogy milyen Jézus Krisztus, akiben eljött ez az Isten, mint király. Tudod, az egyik legfontosabb mondata így hangzik Krisztusnak, aki engem látott, látta az Atyát. Ő az, akiben tökéletes tisztasággal megjelenik az Isten. És ha életed fölötti uralomról beszélünk, javaslom, ismerd meg őt, Krisztust. Hallottad az igét? Ő az az Úr, aki azért érkezett, hogy amire annyira vágysz ebben a világban, azt megadja. Ami elromlott, azt helyreállítsa. Ami bemocskolódott, azt megtisztítsa. Az összetört életet meggyógyítsa. Mennyire jó lenne valaki, aki így áll oda életünk mellé és fölé, és így emel fel bennünket. Persze nem árt tisztázni valójában, mire is vágysz. Tudod, az embervilág elhitte, és sok ember ebben a hitben él, hogy vágysz. Vágysz a pénzre. Ne viccelj. Megelégedett életre vágysz. Hogy végre ne kelljen irigykedni, meg sóvárogni, meg kaparni. Hogy tudj végre örülni, akár a mindennapi kenyérnek is. Nem megy, igaz? Hadd kérdezzem meg, mi uralkodik fölötted, ha nem megy? Vágysz a hatalomra, de hogy? Csak megbecsülésre vágysz, hogy végre ne legyen baj, ha nem tudsz mindent, és nem vagy képes mindenre. Hogy minden töredékességeden át is megbecsüljenek, és ezernyi hibádon át azért az egy jóért akár megdicsérjenek, és az jobban ragyogjon, mint minden más, ami sötét. Hogy légy valaki, és látván lássanak. Milyen uralom alatt vagy, ha ez nem így van az életedben? Vágysz, annyi fiatal van ma itt, a bujaságra. Ugyan már, hát arra vágysz, hogy végre kinyílhass testestől, lelkestől valaki előtt, és valaki elfogadjon, és megsimogassa azt is, amit te szégyelsz magadban. Hogy szeresse benned még azt is, amit te se szeretsz. Hogy amikor magadat öleled befordulva, mert nincs más, akkor ő is átkaroljon. Milyen uralom van az életed fölött, ha ez nincs meg? Vágysz az erőre. Ebben a világban az erős marad életben. De hát, mire vágysz te igazából, kedves testvérem? Hát, hogy legyen olyan, aki melléd áll, aki veled emeli, aki támogat, aki kipótol, aki bátorít, akinek számítasz, és akinek számíthatsz a kezére, a vállára, sőt a szívére. Milyen uralom alatt vagy, hogy nincs olyan, aki ezt megtegye, úgy érzed? Vágysz a vidám életre. Tudod te, hogy arra vágysz, hogy valaki átkaroljon, amikor sírsz, és azt mondja, minden rendben lesz. Amikor életed magányában kínlódsz, akkor éppen ő bekopogjon, mert beszélgetni szeretne éppen veled. Amikor jajong vagy gyászolsz, akkor veled sírjon őszintén, és közben odasúgja, nincs vége még. És amikor eljön a te utolsó órád, és félsz, és hiába kapkodsz, és hiába kapaszkodsz, akkor megragadjon, és azt mondja, én tartalak, ne félj még itt is. Milyen uralom van fölötted, hogy ez nem a tied? Ó, jól tudod te, hogy mire vágysz, kedves testvérem. Szomorú, ha elhitted, mert elhitették a sekélyes vágyakat, és ezekért odaadtad az életed olyan uralmaknak ebben a világban, amik abban lelik, perverz örömüket, hogy sose elégedj meg. Hogy mindig keres valamilyen uralmat az életed fölé, hogy valahol megtaláld, hogy jó legyen az életed. Nos, Krisztus semmi más nem hozott, mint éppen ezeknek az igaz vágyaknak a beteljesülését.
Mert lehet, hogy te azt hiszed, én itt emberekről beszéltem, hogy majd odaáll, segít, emel, bátorít. Nem. Éppen ez a lényeg. Emberek Krisztus nélkül sikeresen beteljesítik egyik vagy másik őszinte vágyad akár. Egyiket vagy másikat. De az életed teljességét, azt ő adja meg, és csak ő. Ő, akit ott hagytunk, amikor Istent ott hagytuk Édenben. Ő, aki helyett mindig megtaláljuk sekélyes és töredékes uralmakat ebben a világban. Pedig ő az, aki elkezdi ezt a csodálatos munkát itt, ezt átéld, és be is fejezi ott, amikor megérkezünk az ő országába. Amúgy érted már, hogy mit veszítesz, amikor nem ő az Úr és Király? Mindent. Mindent is. Ma 18 fiatal konfirmált itt. Lesz még sok konfirmálásatok. Amikor újabb és újabb hatalmakat erősítetek meg életetek fölött. Ahogy mi is megtettük már, és talán most is tesszük. Ezek mind nagy és szomorú tanulságok lesznek. Máskor, nem a legvégén. Kedves testvérek, mind, akik felnőttek vagytok itt, mind megjártuk már ezt az utat. És sokan közületek felnőtt fejjel, úgy tudom és úgy hiszem, járják most is. Nem úgy vagytok itt sokan, hogy Krisztus az Úr és a Király az életetekben, nem úgy. Hát, ami nem olyan az életetekben, azt attól kérjétek számon, akit Úrnak engedtetek az életetek fölé. Ne az Istentől. A végén, és figyelj, kinek lesz örökké való örömben részük, hát ez az dönti el, hogy Krisztus-e az Úr vagy sem. Hadd mondjam, egyetlen egy konfirmációra van szükség. De az szóljon az örökké valóságra. És akkor lett egy királyod, aki számára önmagánál is drágább vagy, és így tudhatod. Jó helyen vagy most ebben a földi életben, mert olyan állt melléd, aki érted, gondolkodás nélkül vérét ontotta. És nem azért, mert kérted, hanem mert látta, milyen helyzetben vagy. Még ha te egész addig nem is akarod látni, amíg éppen sírva nem roskadsz magadba. Ő az a király, aki viszont ezért nem elítél, hanem kér, keres és vár, hát ha végre igen mondasz rá. Jó helyen vagy nála most itt a földi életben. És jó helyen vagy nála az örökké valóságban is. Ott, olyan helyen, amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem gondolt. Ez a király ezt készítette el az őt szeretőknek. Életet és örök életet. Én azt kívánom, kedves testvérek, hogy egyszer, csak egyszer, tudjon mindenki végre konfirmálni az örökké valóságra, az örök életére nézve. Ebben segítsen minket a mi Istenünk. Amen. Feleljünk az ige szavára ének szóval is. 389. dicséretünk első versét énekeljük. 389. dicséretünk első versével feleljünk az igére. 389. dicséretünk első verse így kezdődik. Úr lesz a Jézus mindenütt. Drága Istenünk, Urunk és Királyunk, ki még Atyánk is vagy ebben az életben, hadd köszönjük meg neked, hogy te megmutattad magad Krisztusban olyan királyként, kire szüksége van az életünknek, és akire igazából vágyunk. Bocsáss meg nekünk, hogyha ez a világ elhitette velünk, s mi elhittük,
mindenféle világban felelhető, gyarló, töredékes, sőt, gonosz uralmakra van szükségünk, amik csapdába ejtik az életünket, tönkretesznek bennünket, könnyek fakadnak utánuk, és összetört életek maradnak. De mi elindultunk már ilyen uralmakban és ilyen uralmak után. De most eléd hozzuk a könnyeinket, összetört életünket, vágyainkat, őszinte vágyainkat. Eléd hozzuk, Urunk, Királyunk, mert jó lenne végre valaki, akire rábízhatjuk egész életünket, egész falunkat. Jó lenne egy olyan király, aki mérhetetlenül szeret. Jó lenne egy olyan király, aki a kegyelem királya. Jó lenne egy olyan uralom, amely fölemel bennünket, amely gyógyítani akar, amely tisztogatni, átölelni és szeretni akar. Kerestük mi már ebben a világban, Urunk, sok mindenkinek odaadtuk az életünket, sok mindent odaengedtünk az életünk fölé, és most látod, hol tartunk. Talán nincs remény a házasságban, nincs remény egy betegségben, nincs remény a gyászban, és nincs ki segítsen. És talán téged kértünk sokszor számon, miközben mást szolgáltunk. De köszönjük, hogy ma nem ítélni jössz. Ma azzal a kegyelemmel jössz és a szeretet szavával, amely kész fogadni a mi életünket. Köszönjük, hogy trónod elé jöhettünk. Köszönjük, hogy meghallgatsz bennünket, és köszönjük, hogy elfogadod az életünket. Urunk, hadd tudjunk hát eléd jönni most bűnvallással, kidobni végre életünkből, elhagyni a világuralmait, és a te kezedbe tenni életünket. És köszönjük, hogy te ezt az életet felemeled, megtisztogatod, meggyógyítod, és örök életé formálod. Segíts hát a te szent lelkeddel, hogy tudjunk végre igazán konfirmálni. Hálásak vagyunk ezért az ünnepért is, Urunk. Hálásak vagyunk ezekért a fiatalokért, de olyan jó lenne, nem csak ez a néhány perc, ez a másfél óra szólna erről az ünnepről, hanem ez az ünnep életet és örök életet ajándékozna. Hívunk, kérünk és várunk, Urunk, ahogy te hívsz, kérsz és vársz bennünket, hogy legyen találkozásunk veled, és végre légy valóban te a király, életünk fölött, az élet és az örök élet királya. Krisztusért kérünk erre. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Áldásvételre készülve, kedves testvéreim, először hitvalló énekünket énekeljük, a 461. dicséret első versét, majd nemzeti imádságunkat. 461. dicséretünk első versét énekeljük, tehát hitvalló énekünket először, és aztán nemzeti imádságunkat. Mindig velem, Uram, mindig velem.
fogadjátok az áldást. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon te néked békességet. Amen. Foglaljátok el helyeteket, kedves testvéreim! Ünnepi Isten tiszteletünk záróénekét énekeljük a már megkezdett 389. dicséretet, annak fennmaradó verseit a második verstől az ötödik versig. 389. dicséretünk második versétől énekeljük záróénekünket. Ő neki mondjunk hő imát. Áldás békességet, Istentől megáldott napot kívánunk mindenkinek!